4 éve foglalkozik birka és bárányneveléssel Milinszky Csaba fiatalgazda. A minisztériumi rendelet szerint az idén már nem jogosult a 7000 dináros állami támogatásra, mert az állomány létszáma kevesebb, mint 30. Nekem 11 van, ezt hogy ki tudjuk anyagilag is és takarmánnyal is ugye kietetni őket. Itt nem lehet egy év alatt ugye a 10-ről a 30-ra ugrani, én ezzel egyezek, hogy az államnak ugye nincsen pénze, emeli valahogy a számot, de viszont a földalapú támogatásokat adtam más, hogy oldották meg, úgyhogy nekem nem igazán világos, hogy ezzel mit szeretnének elérni, hogy szeretnék ezzel a fiatalokat támogatni, vagy a falun maradás, de mindegy, majd lehet egyszer megértjük mink is ezt. Padén a nagy kiterjedésű Betlehem puszta nyújt lehetőséget a legeltetésre. Sövényházi László a nyáját tavasztól őszig itt legelteti. Ezzel a költségeket némileg lefaraghatja, hiszen a tavalyi támogatást még nem kapta meg. Április 1-re ígérték, majd április 15-re, viszont résvényét kaptunk rá, de a fizetés még nem történt meg. Tehát se a csókai cigajákra nem kaptuk, ami itten nálunk őshonos fajta, se az Île-de-France fajtára, és a szürke marhákra se kaptuk a támogatást még el. Viszont ami minket illet, nekünk minden ki kell fizetni, tehát minden kötelezettségünket végre kell hajtani, mert különben akkor nem csinálják tovább a törzskönyvelést. Az állattenyésztők helyzetét még az is nehezíti, hogy a tavalyi szárazság miatt lényegesen kevesebb takarmányt sikerült bekészíteni, így vásárolni kényszerültek. A tavaszi legelő a napokban zsendült ki, de az abrak takarmányra betakarításig várni kell. Ezért lenne nagy szükség a támogatás mielőbbi kifizetésére. Az illetékes minisztériumban érdeklődtünk, hogy mikorra várható a pénz átutalása, de kérdésünkre nem kaptunk kielégítő választ.